Idegenbe lépett pályára szerdán a Kisvárda Mastergood esenői kézilabda csapata. Az NB1-es női csapat eddig idegenben veretlen volt. Szerda este a Magyar Bajnoki és Bajnokok Ligája címvédő Győri ETO KC otthonában léptek pályára. Az első kisvárdai gólra 4-jel feleltek a győriek, de a Várda csapata 8-3-as győri vezetésnél sem hátrált meg. Az első félidő második negyed órájában a kisvárdaiak 9-7-es eredményig küzdötték fel magukat. Oda-vissza estek a gólok, majd a 25. percben emberhátrányba kerültek a győriek. Amorim kényszerült 2 percre a kispadra, védekezésben bemutatott szabálytalanságért. Tartotta 3 gólos előnyét a hazai csapat, Grót átlövéséből is eredményes tudott lenni, rendre érkeztek a válaszok Tricsuk és Milanovic góljaira. Így az NB1-es bajnokin a kisvárdaiak csapata 3 gólos hátránnyal 15-12-es eredménnyel vonult öltözőjébe a félidő szünetében. Úgy gondolom, hogy elégedett lehetek, természetesen gratulálok a győri csapatnak. Nem egyszerű itt Győrben, ebben az arénában játszani. De azt gondolom, hogy a mai napon a csapatom nagyon tisztességesen helytált, és voltak szakaszok, amikor igenis talán nem nagyképűen, de föl tudtuk venni a versenyt. Az első félidő után sem adták fel a kisvárdaiak. 2 győri gólra 2-vel válaszoltak a várdaiak a második félidő elején. Ekkor már nem tudott zsinórban 3 gólt elérni a Győr, így nem sikerült előnyét növelnie. 7 gól különbség után újra felkapaszkodott a Barga. 29-22-es győri vezetés után sem adták fel a lányok a küzdelmet. Grinsberg remek védésekkel segítette a győri védőfal munkáját, fej-fej mellett haladtak a csapatok a gólgyártásban. Amorim és Mörk nem hagyta szó nélkül Ladojevics és Mitrovics találatait. A győri vezetőedző pályára küldte a fiatalokat is. Barga 7 méteres harcolt ki, Mörk biztos kézzel értékesítette is, ezzel 10 gólnál jártak. A Kisvárda 30-24-es állásánál élt utolsó időkérési lehetőségével, és végül sikerült 30-26-ra kozmetikázni az eredményt. A 4 gólos különbség szép teljesítmény, mondhatni felér egy győzelemmel. Minden bizonnyal több BL csapat is megelégedne egy ilyen különbségű győzelemmel Győrben.